Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szervusztok, gyerekek, mindenkit üdvözlök most. Öröm lesz most is találkozni, legalábbis lélekben. Jó lesz, hogyha ti is gondolkodtok azon, ami az igében majd elhangzik, és kérjük az Urat, hogy áldja meg ezt az időt, amit együtt töltünk. Ez az ige, amiről most beszélek nektek, Jánosról és Jézusról szól. Ki is az a János? Csak így szólítunk valakit a régi múltban, hogy János? Hát volt egy előneve is, Keresztelő János, és hát Jézus pedig a Messiás, akit Isten népe, Izrael nagyon várt, hogy majd eljön. És azt látjuk a képen is, hogy Jézus és a János együtt vannak. Vannak ott a háttérben emberek is, akik nagyon csendben vannak, figyelnek, és csodálja mindenki az, hogy Jézus ott áll, és egy különleges fény van a Jézus feje fölött. Ez a fény, mint egy galambot ábrázol, és ennek egy ilyen átvitt értelme van. A galamb az Jézus Krisztus fölött lévő, vagy Jézus Krisztusra leszálló szent lelket jelképezi, és az emberek nagyon csodálták és figyeltek. Ez a fény, ez a jel azt jelentette számukra, hogy ami itt elhangzik, amit itt beszélnek, azt nagyon meg kell gondolni, és komolyan kell venni. János és Jézus rokonok is voltak, Erzsébetnek hívták Jánosnak az édesanyját, Jézus édesanyját pedig ismeritek, Máriának hívták, és ők rokonságban voltak egymással. János papi családból származott, Jézus pedig egy nagyon egyszerű, szegény családból, az ő nevelő apja, József, egy asztalos volt, meg hát különböző famunkán dolgozott, ebből tartott el a családját. Rendes ember volt, hív ember volt, szerette Istent, és nagyon örvendezett azon, hogy Jézus, az ő fia, az ő nevelt fia, akit hát nevelt, amíg hát az ő élete tartott. Nagyon jó barátságban volt János és Jézus. János kikerült a pusztába, és ott élt, emberek meghívták őt az otthonukba, megvendégelték, kapott néha finom uzsonnát, finom üdítőitalt, és elbeszélgettek vele. Aztán János egy nagy, erős, szakállas, bajuszos, nagy hajú, nagy loboncos hajú ember lett, és dörgedelmes hangja volt, és kimondta az igazságot úgy, hogy belerezdültek az emberek, amikor hallották János beszélni. És János az Isten eszköze volt, próféta volt, aki előre megmondta az Isten üzenetét, vagyis amit Isten üzent előre az embereknek. Érdemes volt odafigyelni az ő szavára, még 2000 év eltelte után is érdemes elolvasni, hogy miket is mondott ez a János, hogy megtérésre hívta az embereket,
tartsanak bűnbánatot, és akkor megváltozik az életük, hogy nem fognak hazudni, nem fognak lopni, nem fognak verekedni, hanem egészen más emberek lesznek. Jézus János merítette alá a Jordán vizének, Jézus imát mondott, János pedig ünnepélyesen alámerítette Jézus a Jordán vizének. Tehát ők most összetalálkoztak, ez az alámerítés, ez már korábban történt, de most újra összetalálkoztak, és beszélgetnek egymással, és a Jézus arca is sugárzik, a János arca is, János is egy nagyon kedves, alázatos ember volt, és így beszélgetnek. Ti gondolkoztatok-e már, gyerekek, azon, hogy milyen lehetett Jézus? Hogy milyen lehetett János? Hogy Jézus egy hatalmas, fenséges valaki volt, aki Isten fia. A Biblia így nevezte őt, hogy Jézus az Isten fia, akiben nagy mennyei erők működtek, betegeket gyógyított, és embereket visszahozott az életbe, akik szomorúak voltak, azokat megvigasztalta, és akiket a bűneik, mint egy lánccal megkötöztek, bilincsbe vertek, azokat megszabadította, hogy más emberek legyenek. Mind a ketten szolgáltak az Úrnak, Jézus is, János is. Jézus, a hatalmas megváltó, egyszerű családból származott, János pedig a dörgedelmes hangú fiú, a papnak a fia, aki szintén örömmel találkozott Jézussal. És aztán az emberek, akik ott álltak, egyre közelebb léptek keresztelő Jánoshoz, és kérdezgetni kezdték őt. Nem azt mondták neki, hogy hogy vagy, Janikám? Vagy, hogy mit reggeliztél, Janikám? Vagy mi újság a nagyvilágban, Janikám? Hanem azt kérdezték az emberek tőle megdöbbenve, hogy ki vagy te? Ki vagy te, aki az embereket arra szólított fel, hogy bánják meg a rozzókat, amiket csináltak. És akkor majd Isten az életüket megváltoztatja, és másképp fognak élni. Ki vagy te, hogy ilyeneket mondasz? Te vagy a Mesiás? Mondták az emberek, kérdezték az emberek. János, te vagy a Mesiás? Hát a Mesiás az egy olyan erős hadvezér, a Mesiásnak kardja van, a Mesiás az egy nagyon erős paripán ül, és vannak szolgái, akik körülveszik a Mesiás kezébe, van még fegyver is, aki majd rendet csinál az egész országba, és a környező országok népét is meg fogja szerezni, birtokba veszi az ő földjüket, országokat. Te vagy, János fiam, te vagy a Mesiás, akit még nagyanyám is várt, éjszaka is, szegény fölkelt, szegény nagyanyám, és az ablakba tette a mécsest, hogyha erre jár a Mesiás, tudja, hogy itt lakik Julcsa néni. Te vagy a Mesiás? Vagy az emberek, másik ember azt mondta, vagy János, te vagy az Illés. A régi Illés proféta te vagy. Látjuk, hogy olyan ruhát viselsz, mint ő. Utánzod.
Illés? Hát Illés az, az, ha imádkozott, és azt mondta, hogy ne legyen 3 évig eső, akkor nem volt eső. És amikor azt mondta, hogy nyíljon meg az ég, akkor hullott az eső. Vagy amikor az ellenségei közeledtek hozzá, 50 katona, és azt mondta ez az Illés, hogy szálljon le tűz erre a rossz indulott emberekre, akkor leszállt a tűz. Ilyen valaki vagy te, János? Mint ez az Illés, látjuk, hogy bőrőv van a derekadon. Te veszőrruhába vagy. Ki vagy te? Proféta vagy? Tömeg vette körül Jánost. Te vagy hát? Hát mondd meg, te vagy tényleg a Mesiás? János, amikor hát ott állt, és őt kérdezték, akkor elkezdte mondani az ő védekező szavait, így tartotta a kezét. Nem, nem, nem vagyok Mesiás. Hogy gondoltok ilyet? Hogy gondoltok ilyet, hogy én vagyok a Mesiás? Látjátok? Hát látjátok, nincs fegyverem. Én nem szép ruhába öltöztem föl. A hajam is milyen kócos. Hát, hogy gondoljátok, hogy, hogy én lennék a Mesiás? Hát én nekem nincs olyan erőm. Én nem vagyok hadvezér. Hát, hogy gondoljátok ti ezt? János nagyon tiltakozott, erőteljesen tiltakozott, és azt mondta, hogy nem én vagyok a Mesiás. Én a pusztában élő ember vagyok, mint egy kiáltó szó vagyok a pusztában, és messzire elhangzik az én szavam, messzire, messzire elhangzik, és sok ember meghallja, és sok ember bűnbánatra jut, és lemossák itt a bűneiket, én alámerítem a víznek őket, ami azt jelenti, hogy meghalnak. Meghaltak a bűneiknek, és segítettem őket, és feljöttek, és örömmel, hogy új életük van. Én csak egy kiáltó szó vagyok. Én az embereket Jézushoz hívom, mert tudjátok, hogy eljött Jézus. Eljött Jézus. És aztán még szeretnék végül nektek egy pár szót szólni arról, hogy Jézus milyennek látta Jánost. Jézus elismerőleg szólt Jánosról, azt mondta, hogy a legnagyobb az asszonyok között született emberek között. Nem is talál hozzá fogható embert, olyan kiváló ember, olyan csodálatos élete van, hogy bírja, tűri a szenvedést, a nehéz életet, mindent. Egyedül maradt. Meghaltak a szülei, egy szál egyedül maradt, és hogy mégis megtalálja a helyét itt az életben. Azt mondta Jézus, hogy ő a legnagyobb, aki az asszonyok között született, de azt is mondta Jézus róla, hogy mivel kételkedett a Messiásban, azzal a Mesiással, akivel találkozott, ő vele kételkedett, és azt kérdezte, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? És akkor János szívét hitetlenség fogta el, amikor kételkedett Jézusban, mert ő a Mesiás. Hát Jézus meggyógyította a betegeket, megnyitotta a vakok szemét, meggyógyult a sánta és ugrándozott. Az éhezőknek enni adott a pusztában, és bemutatta az ő nagy változtató hatalmát egy esküvőn, amikor szomorúak voltak, mert hiányzott az a
bor, amit a lakodalmon szoktak használni a vendégek megvendégelésére, és hogy kételkedett, és ezért kicsi volt. Ha te is kételkedsz Jézusba, akkor te egy nagyon jelentéktelen ember vagy. De ha hiszel ő benne, akkor te Isten országában nagy vagy. Nagy vagy a szeretedben, nagy vagy a hitben, és sok áldás lesz az életeden. Tanulunk egy aranymondást is. A János evangéliumából olvashatjuk ugye ezt az igét, amiről beszéltem, az első rész, most annak a 29. verszakát fogjuk megtanulni. Keresztelő János, amikor először találkozott Jézussal, akkor még volt hite, és azt mondta, ime az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ez az aranymondásunk. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Mondjátok velem. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Az én bűneimet is, a te bűneidet.